Az 1771. március 11-i keltezésű birtokjogi oklevelével Mária Terézia császárnő azzal bízta meg Kárász Miklós szegedi főjegyzőt, hogy telepítse újra a Szeged és Szabadka között található Horgos pusztát. A falut egyébként 1075-ben említették először hivatalos dokumentumban. A helyiek ennek emlékére megkoszorúzták a Kárász család nyughelyét. Ezen lehet egy picit lamentálni, hogy Horgos alapítása vagy Horgos újjátelepítése, hiszen ma már egészen pontosan tudjuk, hogy a mai kis Horgos területén egész a török korig folyamatosan létező középkori magyar település volt, és a Horgos nevet is valószínűleg innen örökítették a későbbiekben tovább. A falu újjátelepítésének napja mellett a helyiek minden évben megemlékeznek az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról is. Büszkék arra, hogy Kossuth Lajos halála után elsőként náluk nevezték el az egyik főutcát a politikusról. Ezért Kossuth Lajos emléktábláját is megkoszorúzták. Lehet, hogy ez véletlen egybeesés, de valahogy a sors előre látta talán ezt az időszakot, hogy ez mi területünknek és a mi embereinknek, akik hát itt telepedtek le, hogy ez egy közös dátum legyen, egy közös kiinduló pont a március 11-e és a március 15-e. A megemlékezés a művelődési házban folytatódott, ahol a Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület és a Kamrás Együttes tagjai egy közös produkciót adtak elő, majd megnyílt az a fotótárlat, amit a falunapi pályázatra beérkezett munkákból állítottak össze. Az ünnepség végén átadták a helyi közösség tanácsának emlékplakettjét, amit Radivoj Veszelinov kapott, aki munkájával hozzájárult ahhoz, hogy a migráns válság idején sikerült nagyobb közbiztonságot teremteni Horgoson. A műsor programját a Mécsvirág együttes fellépése zárta.